visszajöjjenek a fiataljaink, és itt tudjanak boldogulni. A résztvevők között voltak a Jerikó Zarándoklat ötletgazdái, Kis Zoltán és Kisné Rózsa Mária, valamint a helyi kegyelem közösség tagjai. Eddig 2 éven keresztül jártuk végig ezt a zarándokutat Magyarország határai körül, azzal a szándékkal, hogy imával szeretnénk betakarni ezt az országot. A Jerikó Zarándoklat augusztusban, Nagy Boldogasszony napján indul Esztergomból 2 útvonalon. Az imasétához a kezdetektől fogva csatlakoztak kanizsaiak, az elmúlt szombaton pedig lehetőség nyílt arra, hogy a városban is tartsanak egy kisebb zarándoklatot. Nagyon fontosnak éreztem, hogy ne csak a határvidék legyen körbeimádkozva, hanem Nagy Kanizsa is. Nagyon fontos, hogy itt is imádkozzunk az itt lakókért, hogy itt is segítsük az embereket, és én hiszem, hogy az imádságnak hatalmas ereje van. Urunk Jézus Krisztus, nincs meg bennünket, és ezt a települést drága Szentlélekkel, hogy távozzék innen a gonosz. A zarándokok a haza lelki és erkölcsi megújulása mellett a fiatalokért is imádkoztak. Nagyon sok problémát láttam a környezetünkben, amitől nagyon féltem a gyerekeimet, mert azért felmerült bennem, hogy mi elmegyünk és mi marad rájuk, amikor már majd nem tudunk vigyázni rájuk, és nem tudunk nekik segítséget nyújtani, és nem csak mi, hát ugyanez van mindenkire. És ugye elérkezik az az idő, amikor már nem tudunk ténylegesen segíteni, de imádkozni tudunk. A zarándokok rövid ima után indultak el a Deák térről, és 2 útvonalon járták be Nagy Kanizsát, hogy aztán a felső templomba érkezzenek vissza az esti szentmisére.